Már az aulában beléptünkkor látszik a megújult, megszépült épületrész. A bútorok egy része, a felirat diszkréten, de figyelemfelkeltően hívogatja és marasztalja a betérőt. Itt az aulában rögtön az új logó és annak ez a 3D-s felirat változata látható. Egy új logót készítettünk, ami egyrészt a szeráfot, az angyalokat, de ugyanakkor a szárny egy kézre is hasonlít, ami így körbeölel, és a tau látható, ami a ferenceseknek a keresztjele, tehát a ferencesség is megjelenik ebben a logóban, valamint a szeráf. A szeráfok jellegei, ami utal ránk. Ezt az aulát, az egészet úgy, ahogy van, kifestettük, megfordítottuk az irányt, hogy látható legyen minden előadás, ferencest, meg minden nyílt alkalom idején egy méltó hátteret tudjunk biztosítani. Csillárokat is, a székeket azt itt találtam az épületben, úgyhogy azt innen megint csak belső erőből sikerült megújítani ennek a kinézetét, és most már tényleg méltó színhelye tud lenni bármiféle rendezvénynek, így a Szójbe a püspöknek rendezvényünk itt volt, valamint át tudjuk alakítani, véradást szerveztünk itt, és méltó helyét tudtuk ezeknek szolgáltatni. Dobosiné Rizmájer Rita, a kollégium igazgatója egy éve vette át a vezetés szerepét, de már sok új hozott létre azáltal, hogy otthonosabbá tette és felújítatta a szállás tanulás helyszínét az egyetemisták számára. Egy éve vezetem a kollégiumot, az alatt, hát fél év alatt szakkollégiummá lettünk, és közben pedig ősztől folyamatosan elkezdtük a felújításokat. Megújult az aula, megújult a kápolna, most zajlik éppen új ágyak cseréje, az előtér, a pénztárhelység. A legelső, ami a kvadrum volt, ahol ez egy belső udvar, ahol a diákok tudnak tanulni, kellemes, hűvös, itt a fákat meg kellett szabadítani a borostyántól, meg egy-két fát ki kellett vágni a biztonság érdekében, és ide fűszerkertet építettünk. A diákoknak klubszobát alakítottak ki, amely alkalmas filmek megtekintésére, kis csoportos összejövetelekre. Mindezt a saját karbantartóik segítségével önerőből alakították ki, teszi hozzá az igazgatóasszony. Az volt a terve, hogy a kápolna stílusát egyszerűbbé, letisztulttá tegyék. Itt minél kevesebb tárgyat szerettek volna elhelyezni. Van egy nagy érdekessége ott az egyik kis sarokban, ahol, mert régen ez a ferenceseknek, a szerzeteseknek az étkezőjének a része volt, és ott van egy ilyen kis több száz éves, valószínűleg zsolnai porcelán kézmosó, azt mindenképpen meg akartuk tartani, és azt egy kicsit kitisztítva, felújítva, ott így kivágtuk körülötte a helyet, hogy látható legyen. Egyébként pedig szőnyeget helyeztünk el, tehát az ilyen térdeplős imádságoknak, is így megfelelő, meleg, puha szőnyeg várja azokat, akik térdepelve vagy ülve szeretnének részt venni, beugrani egy kis imádságra, elmélkedésre. A tanulószoba eredetileg is szép volt, mondja az igazgatónő, csak a világítás stílusán kellett egy keveset változtatni. Most az asztalokon vannak ezek a klasszikus íróasztali lámpák, illetve a könyvtár részlegét kellett átnézni, rendezni, szelektálni. Ebben a férjem segített, igazából ő rakta össze az egészet. Nagyon sok minden vár még felújításra, ahhoz igazából támogatókat keresünk, illetve próbálunk a Pécsi Tudományegyetemmel úgy valami olyan formát találni, hogy esetleg ők is támogathassanak bennünket, mivel itt csak PTS diákok laknak, 90 diák lakik itt tulajdonképpen. A kollégium gazdag programkínálattal rendelkezik, vannak elvárások és kötelezettségek is. Szeretettel várjuk azokat, akik felvételt nyertek ide a Pécsi Tudományegyetemre, Pécsre, és egy otthonos meleg közösséget szeretnének maguk között tudni, biztonságban szeretnének lenni barátok között, azokat szeretettel várjuk ide. Kétféle státuszban lehet hozzánk jelentkezni, az albérlő, ő csak az évkezdő és az évzáró Veni Sancta és a Te Deum Szentmiséken kell, hogy megjelenjen, vagy pedig, aki a szakkollégium révén akar bekerülni, és szakkollégistaként szeretné folytatni itt az életét nálunk,
annak a következő kötelezettségei vannak. Egyrészt évi egy lelki gyakorlat, másrészt minden szerdán vannak ferencestjeink, és akkor egy hónapban egyen kötelező a részvétel, ezek tematikusak, párkapcsolatról, prominens személyiségekkel való beszélgetésről, önismeretről, és a negyedik természetesen a maguk a ferencesek, két ferences testvér látogat el hozzájuk beszélgetni Szent Ferencről, a ferences lelkiségről. Tehát ez havonta egy ilyenen kell részt venni. Ezen kívül, mint a szakkollégiumnak az egyik pillére az önkormányzatiság, tehát van diákbizottságunk, és a diákbizottságunk vezetői vezetik az egyes munkacsoportokat. A munkacsoportokban a szakkollégistáknak fél év alatt 10 önkéntes munkaórát kell beadniuk, akár a honlapszerkesztéstől elkezdve a különböző eseményeken való fényképezéseken át, a kerti munkák, ültetés, mindenféle ide tartozik. Nagyon jól megtalálták egyébként, mindenki megtalálta a helyét a megfelelő munkacsoportban, és a feedbackek pozitív véleményekről szólnak, hogy jaj, de jó, megismerkedtünk olyanokkal a munkák révén, olyanokkal dolgoztunk együtt, akikkel egyébként nem találkoztunk volna, és milyen jól megismerkedtünk. Tehát ez is egy igazából közösségépítő, amellett, hogy nyilván az önkéntes munkát és egy kicsit a tevékeny jelenlétet igényli. A Collegium Seraphicum fenntartója a Ferences rend. Ennek értelmében egy keresztény értékrendet képviselő intézményről van szó, amely ilyen identitású, illetve erre nyitott diákokat vár a megújult pécsi kollégiumba. Bővebb információ a Collegium Seraphicum honlapján érhető el.